Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Olvasom Istennek igéjét, a példabeszédek könyve 3. fejezetének 25, illetve 26. verseiből a következőképpen. Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök, mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától. Eddig tart Isten igéje. Keresztény testvéreim, kedves tévénézők, amikor Isten ítél, nem az övét akarja tulajdonképpen megijeszteni. Nem azért ítél, hogy ártson az igazaknak, hanem éppen azért, hogy megvédje őket. Azt akarja, hogy népe valóban bátor legyen, akiket Isten jelenléte örömmel tölt el, pedig tanúsítsanak lélek jelenlétet. Mivel az Úr maga is hirtelen jelenik meg majd, nem szabad meglepődnünk semmi váratlan történésen. Isten szeretetének felséges ajándéka, hogy a váratlanul támad baj közepette, és tudunk nyugodtak maradni. Az Úr választottainak nekünk legyen ítélő képességünk, és lássuk meg, hogy nem a gonosz támadása jelenti az igazi szerencsétlenséget a világ számára, hanem egyedül csak a bűn. A rákövetkező büntetés olyan, mint a tartósító só, amely egyszerűen megóv a bomlástól. Sokkal inkább féljünk a bűntől, amely a kárhozatra visz, mint a pokoltól, amely a bűnnek a következménye. Éppen ezért legyünk keresztény testvérem nyugodtak és csöndesek, bár a sátán és cimborái rendkívül ravaszak, akik Istennel járnak, nem esnek rejtett csapdáikba. Menjünk hát keresztény testvéreim, és bízzunk az Úr Jézusban, most és mindörökké. Amen. Erős vár a mi Istenünk.